Üdvözöljük kedves nézőinket a kifőzte soron következő műsorán. Hol vagyunk? Hol is vagyunk? Hát észnél vagyunk, de amúgy az Nyíregyházi Állatpark első emeletén vagyunk a Bambusz étteremnek. Na, itt fogunk főzni. Főzünk kacsamersalátát a Millibából lesz és Melből, és már bepácoltuk előre, hogy nem mondjuk meg, hogy mi van benne. Na, és hideg saláta lesz, amit megmelegítünk, és tányérra tesszük, ami meg hideg lesz. Ilyen, ha iszik, tudják kicsit nézni, ilyen kicsit iszik. Szóval. Ez a kacsamell, ami amúgy libamell, és ez be van pácolva. Hát, libáról annyit kell tudni. Gágog. Hogy gágog, igen. Elég csúnyán néz ki, ha tollas, ha még nincs rajta toll, akkor sokat kell rajta pucolni, hogy fogyasztható legyen. Ez a mellének bőr nélkül egy egyharmadnyi szelete, amit paradicsommal, zellerrel, fokhagymával, narancslével, olívaolajjal, sóval és citromlével pácoltunk. Kedves nézőink, most már úgy hozott a tévé, kettő napig állt ebből a citrom. Állandóan. Citromleves pácban, amit fel fogok szépen kockázni, hogy a salátára rá fogjuk tudni önteni. Ilyenkor hasonló szél, amikor liumen kockázó felfed át. Megmutatom ezt a szép kis zöldséges bárdot, ami a kollégám a 3,5 centis igen komoly sérülést okozott. Ezt mindig elmeséli. Mindig. El fogom mondani, ahelyszer ezt a kést meg fogom fogni. 1300 kilométerrel volt arrébb. Ez vannak a jó barátok, a remkét. 1381 kilométerrel, pontosan, mert a GPS-t ezt írta ki. És nem is a, hogy szokták ezt mondani? Balesetvédelmi oktatásban, hogy nem a célnak megfelelően használta az eszközt. Nagyon igaz, mert konzervet akart vele bontani. Hát de bárdal csókolom. Mert még ha az ideget akarja szeletelni körfűrésszel, megértem, de hát hogy bárdal bontja a konzervet. Dolgozzál, mert itt tolszunk már megint. Szóval ezt a szép kis pácolt liba mellett felvágom. Ilyen másfél centis kockára. Így, hogy pácolódott, azért a kérgén látszik, hogy a felső kérge, ahol a páclé maga érte, egy picit barnább lett, érettebb, az alsó része pedig ez a 4-5 mm pedig egy picit világosabb. De ugyanakkor a hús úgymond megérett, tehát a rostjai lazábbak lettek, ezáltal nagy hő hatására sem fog igazán összehúzódni, ugyanakkor élvezetes marad. De sót jó. Nem teszünk hozzá. Még a sószoró, minden is a sószoró, amit kedvesen el kell vittek. Sót azt eltesszük, jó, a Himalája sót is eltesszük. Nekem jó kis hasznos is, ez is jó só. El szeretném esetleg kedves nézőknek, hogy most voltunk egy mestervacsorán Hévízen, és ott tettünk nagyon színű ételeket. Az Országos Emegélyes Magyar Gazdasági Szövetség szervezi minden évben. Ez most Hévízen volt. 246 fős volt a rendezvény, és nagyon-nagyon sok finom ételt tettünk. Ez mit takar? Sok és finom? Hát nem a mennyiség volt sok, a sokféleség volt inkább. Volt-e benne papír? Hamu, por, akkor papír, finom volt. Papír volt. De az a szavajtárnak írták a mi időnkben még régen. De az a szállat kellett törölni, nem? Igen. Akkor miért tették a tányérra? Viszont volt vadnyúl, szarvas, kacsa, hal volt. Vladimiri. Igen, volt egy Vladimiri is, amit nem ismertünk meg, ugye, mert most már teljesen újra volt gondolva, egész újra volt gondolva. Nem mondom azt, teljesen megedettem a gondolkodásmódot, de az ételek legfinomak voltak. Kedves nézőink, észreveszik, hogy nem szívesen használjuk köröknek a bubinát és a rizset. Próbálunk valamilyen szinten a új gazdasági felé elmenni, nagyon sok zöldséggel. Ezt bárki megteheti otthon, mert higgyék el, hogy nem csak a bubinával és a rizsével lehet jól lakni, hanem a zöldség is jól lehet lakni. És az egész év van a zöldség, mindig van idényelő zöldség. Mondjuk ezt a zöldséges témát ezt most fejtetnéd igencsak sokáig, hogy megértsék a... Nem, most már hál' Istennek, egyre több helyen látjuk ezt. Ez csak attól is lág időt. Csipesszel légy szíves. Köszönöm. Ez a csipesz? Az is csipesz. Köszönöm szépen. Igen. Mondom, okos. Ez is csipesz. Túl okos, hát na.
a kevés kis facsa mellett, ami... Gáz, ez volt érdem a gázolotta. Hát ugye semmi gond, a salátát kész lesz, langyos lesz, ez megsül 2 perc alatt, úgyhogy innentől kezdve az egész étel elkészül. Jaj, bal kézzel rázzam, mert azzal tudok rázni. Bal kezes? Mármint a rázás. Igen, pici kis tegyünk hozzá egy kis fűszer. Jó, nagyon jó fokhagyma ugye a friss fokhagyma. A libamenhez nagyon-nagyon jó lesz hozzá. Magához a salátához is jó. Bósot tehetek hozzá? Nézd csak, inkább a frissből tegyél, így. Nem így, hanem így. Kettő között mi a különbség? Azért ezt tudni kell. Hát sót nem olyan tennék rá, egyenes friss zöldségről beszélünk. De hát én só. De a sóra igazán... Só nélkül nincs élet. Ugye? Az biztos, de ehhez szerintünk, mármint szerintem nem nagyon kellene túlságosan nagy mennyiségű só, mert azt a kevés olyan kis ízt, ami benne van. Olyan illata van. És akkor még kérednék oda egy másik kanalat, vagy fakanalat, vagy kavarófát, vagy húsvillánt, vagy... Teljesen jó. Húsvilla sokkal jobb lenne, mert csak azért is, mert a teflon sokkal jobban fel lehet vele kavarni, főleg ha alumínium lenne a villa, és így kopott volna el. Na és akkor mire fogunk tálalni? Jobb alsó. Kockára, téglára, kockára. Tányéra. Tojást nem sütünk hozzá, az is divat. Mindenhez tojást tesznek. Nem tudom, hogy észrevették a kedves nézők, hogy majdnem minden főételhez tesznek egy egész tojást. Hogy most az úgynevezett tökéletes főtt tojást teszik hozzá, vagy csak egy jó rántottát, mint ezelőtt 27 évvel ezelőtt az aranyszarvasban is kérték a kedves vendégek, hogy a brassóért kérünk jó sok tükörtojást, 4-et aragonként. Tehát ilyen is volt. Most ugyanez a divat jött vissza. Ettől csak az, hogy megkezd a kedves vendéget a pincér, hogy mire kérje a brassó is, milyen körekkel. Igen, így van. Mondtuk, hogy köszönjük, innen körülön semmit nem kérték utána már. Tehát a brassóinak egy körete van. Hát azért brassói, van. Ugye? Ha valaki feltüntetik, hogy rizssel, galuskállevet, nem szabad enni semmit. Brassóit, ott már nagyon érdekes a takács művészet. Ott nem szabad enni semmit, ott szépen ki kell menni. Elnézést kéne is kimenni. Ha megengedik, hogy kimenjél. Jó lesz. Hát jó. Az mit jelent, hogy jó lesz? Meg kicsit nyers, meg nem elég sós még. Hát a sót azt inkább mellőzzük. Na jó, rendben van. Még a sót mindig azt mondom, hogy mellőzzük. Ehhez igazán lehetne egy dressinget is készíteni, akár mézből, ami most nincs nálunk, viszont van málna ecetünk. Nincs rábi kérde, nincs rábi kérde. Újítsa meg. Hát egy picit érdekessé fogja tenni a... Nem baj, az a pici málna, hogy jó lesz hozzá. Jó. Ezt megtettük. Mentát nem teszünk hozzá, rozmaringot esetleg lehetne hozzá tenni. Milyen szép színes. Semmiféle más saládát nem tette hozzá? Nem. Semmi? Úgy egyszerűen. Biztos? Így ekte elég lesz. Gyümölcsben esetleg érdekességnek, vagy retek, vagy... Retek van benne, gyümölcsök nem. Vagy zöldség, vagy gyümölcs. És zöldség, gyümölcs együtt? A boltba, itt nem. Az őcsi gyümölcsbolt, ott lehet. Na tessék, találtam egy ilyen érdekes tálacska, tányérocska. Ilyen mikrosalátával lehetne díszíteni? Megint kezdi a mikrosalátáját. Ezek a mikrosaláták. Igaz, hogy a víz nem nagyon éri őket, de megpróbáltuk őket olyan környezetbe tenni, ahol még úgymond életben maradnak 4-5 napig. Utána arra sorsoljuknak, hogy el lesznek fogyasztva, illetve a tányérokon lesznek nem csak díszítésként, hanem plusz ízanyagként is felszolgálva. Hogy áll a kacsa? Kacsa az nagyon jól a sütőbe. Ja, az liba, bocsánat. Á, még rozé a belső. Még picit rozé, de megnézzük. Viszont puhán a puha. Be volt pártavolva. Így van. Sokkal szaftosabb, ízletesen marad a hús. Részemről megvagyunk. Én is befejeztem, mert szép a zöldségem. Pakoljunk össze akkor minden. Az a fotóban, hogy nem kanáltálod? Addig a kis salátánknak való kis húsunk még sülhet nyugodtan, ez nem zavar senkit.
a pár darab kis liba mellett rátesszük. És mikrot rá, csipeszel, mikros salátát, mert tetejére valami hiányztetejére. Mikros, mennyire legyen mikros a saláta? Hát ne lássam a szemüveg, ne lássam a szemüvegi banyira. Erre gondoltál, drága uram? Melyikből szeretnél rátenni? Melyik van, nem látom, melyik van. Melyik van? Hát mondjuk ezt itt eltépném, az egészet így, egy mozdulattal, és csak elengedném. Csíra. Hát magyarul csírának is lehet nevezni őket. Én úgy ismerem, tudják a szó szerint. Szakácsszakmában. Ő még mikrosalátának. Mikrosalátának. Ezeket a salátákat pedig, na még egyszer, tehát ezeket a salátákat pedig nem így szokták lerakni, most már mártásukban nem, megfordítják. Mennyivel érdekesebb így letéve egy saláta, ha megáll, megmutatjuk. Gondolhatják. Tehát nem mesélem el. Ennyire érdekes egy saláta, mármint a mikrosaláta. Ezt nem kell megmosni, akkor nem is lehet jó. Hát minek mosnád meg? Hát mert földben van azért. Ez földben nincs. Ezt elmondom, ez szivacsban van. Hogy is van, mint a föld? Hasonló, mint a föld, igen. Igazság szerint a zöldségek nagy része nem nagyon érintkezik földdel. Max, ha a zöldségesbe hozzáért. Figyelj, mert valaki begyúrult esztere zsolt is. Bosszú. Tessék. Kedves nézőink, elkészült a kacsa salát, ami libából készült, hidegen, ami melegen van tálalva. Mikrosalátával. És mikrosalátával van elkészült, és nem a mikróból vettük ki. Jó étvágyat mindenkinek. Csókolom, viszlát.